thank <phone> you <rings> Mítoszokat könnyen igazságként fogadjuk el, ha sokáig hirdetik azokat. Vegyük példaként a pók esetét. Krisztus előtt 350 körül a nagy görög filozófus Arisztotelész hatlábú élőlényként írta le a pókot. Az ezt követő 20 évszázadban mindenki abban a hitben élt, hogy a póknak hat lába van. Senki sem vesződött azzal, hogy megszámolja. Hiszen ki merte volna megkérdőjelezni a nagy Arisztotelészt? De jött Lamak, a kiváló biológus és természettudós. Ő gondosan megszámolta a pók lábait, és olyan hányat számolt meg? Pontosan nyolcat. A mítosz, ami évszázadokon át tartotta magát, most megdőlt, mert Lamak vette a fáradtságot, hogy megszámolja a pók lábait. Lehetséges, hogy egy valási mítosz is belopódzott a keresztény egyházba? Lehetséges, hogy ez a dolog, amivel foglalkozunk, sokkal falsúlyosabb, mint a hat vagy nyolc lábú pók kérdése? Sok millió ember ünnepli meg a hét első napját abban a hiszemben, hogy az a bibliai nyugalomnap. Legutóbbi előadásunkon felfedeztük, hogy a hét hetedik napja, a szombat, Isten valódi nyugalomnapja. Ahogy a tankönyvek 2000 éven át tanították tévesen azt, hogy a póknak hat lába van, Ugyanúgy milliók fogadták el tévesen a nyugalomnappal kapcsolatos mítoszt is. Tekintjük át, mit fedeztünk fel a legutóbbi előadásunkon. Megtudtuk azt, hogy Isten adott nekünk minden hétre egy különleges napot, a nyugalom napját, amikor imádhatjuk őt, és megemlékezhetünk teremtői munkájáról. Megtudtuk azt, hogy a nyugalomnapja nem akármelyik nap a hét közül hanem a hét hetedik napja, a szombat. Azt is megtanultuk, hogy a szombatot akkor is meg fogjuk ünnepelni, amikor ez a világ véget ér, és mi teremtőnkkel a mennyben leszünk. De ha ahogy szétnézünk a világban, azt látjuk, hogy sok ember, sőt a legtöbb ember nem a hetedik napon imádja Istent. Sokan persze nem is a Biblia Istenét imádják, hanem más Isteneket. De azok közül is, akik a Biblia Istenét imádják, a legtöbben más napokon imádják őt, és nem azon a napon, amelyet ő különítette el az ő szent napjaként. Miért van ez így? Isten változtatta meg a napot, vagy valaki más tette ezt? Miért van az, hogy oly sokan ünnepelnek más napot, mint például a vasárnapot Isten napjaként, a hetedik napi szombat helyett? Megtanultuk, hogy a Biblia azt mondja nekünk, Isten az ő törvényében mindannyiunknak adott egy jelet, mégpedig egy nagyon különleges jelet, s Adám nékik szombataimat is, hogy legyenek jegyű köztem és ők közöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az úr, az ő megszentelőjük. És az én szombataimat megszenteljétek, hogy legyenek jegyül én köztem és ti köztetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az úr a ti Istenetek. A Biblia elejétől a végéig bizonyságot tesz arról a tényről, hogy Isten alapította meg a nyugalom napját, és ez a nap a 7. 7. napja, a szombat. Isten sehol sem jelzi a Bibliában, hogy megváltoztatta volna az Isten tisztelet és a nyugalom napját, ami jel közötte és az ő népe között. Tekintjük át egy percre, hogy Isten igényének tanulmányozása során mit tanáltunk ezekben az üzenetekben. Amikor Isten befejezte a Földbolygó és az ember teremtését, akkor alkotta meg a Szombatot, hogy megemlékezzenek az ő teremtéséről annak az első hétnek a hetedik napján, és végig az egész történelem során. Amikor Isten kőbevéste törvényét a Sínai-hegyen, a törvény szívébe helyezte a Szombat parancsát. Ez a parancs örökérvényű, és arra emlékezteti az embert, hogy életen nem csupán a véletlenek összjátéka. Isten azért kéri az embert a hetedik nap megünneplésére, mert hat napon teremtette a földet, megnyugodott a hetedik napon. Isten, Mózesen keresztül, azt mondta népének, hogy parancsaiból nem szabad sem elvenniük, sem hozzátenniük. Semmit se tegyetek az ígéhez, amelyet én parancsolok néktek, se elnevegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak a ti isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek. Isten azt is mondta nekik. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Jézus ugyanilyen határozottságot mutatott, amikor felmagasztalta a sínai hegyen adott törvényt. A hegyi beszédben azt mondta az embereknek, hogy nem azért jött, hogy eltörölje Isten törvényét, hanem hogy betöltse. Figyeljük meg az ő szavait. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a profétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg mindenben nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb részem. Amikor Isten népének adta a tíz parancsolatot, azt is világossá tette, hogy egyetlen emberi lénynek sem szabad módosítani, vagy megváltoztatni az ő szent ajkáról elhangzott utasításokat. Jézus maga is bemutatta a saját példája által, hogy ő tisztelni akarja azt a napot, amelyet ő és az ő atya megszentelt e világ történelmének első hetében és méne Názáretbe, ahol felneveltetett, és beméne szokása szerint a zsinagógába. Amikor a valási vezetők a szombat megrontásával vádolták Jézus tanítványait, Jézus azt mondta, ő a szombat ura. A szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia, a szombatnak is ura. Jézus nem csak megünnepelte a szombatnapját, hanem arra kérte tanítványait, hogy imádkozzanak azért, hogy a jövőben is meg tudják tartani az ő szent napját. Máté Evangélium a 24. fejezet 20. versében találjuk ezt a kérést. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se szombatnapon. Itt Jézus arra utalt, amikor követőjének Jeruzsálemből menekülnie kellett, amikor a rómaiak Krisztus után 70-ben lerombolják a várost. Jézus azt várta, hogy követői az ő kereszthalála után is a szombatot fogják ünnepelni. Az ortodox zsidók a kivonulás óta több mint 3500 éve a hetedik napot ünneplik. Bárhol vannak is a világban, még ma is úgy ismerik el a szombatot, a hét hetedik napját, mint amelyet Isten különített el az imádat napjaként. Ha csak a Biblia lenne az egyetlen információs forrásunk, akkor is meg tudnánk határozni, melyik a hetedik nap, vagyis a szombat. Ha a keresztre feszítés beszámolójához lapozunk, Lukács összefoglalja a hétvége eseményeit. Miután Krisztus meghalt a kereszten, pénteken, a Biblia ezt jegyzi fel. És az a nap péntek volt, és szombat víradará. Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileába jöttek, megnézzék a sírt, hogy miképpen helyeztetett el az ő teste. Visszatérvén pedig készítének fűszerszámokat és keneteket, és szombaton nyugoválnak a parancsolat szerint. A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mennének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. Keresztény világ túlnyomó többsége Krisztus halálának emlékére ünnepli a nagypénteket. Húsvét vasárnapját pedig Krisztus feltámadásának emlékére. A Biblia elmondja nekünk, hogy a két nap közötti nap a szombat a parancsolat szerint. Bár Lukács sok évvel a golgotai események után írta ezeket a szavakat, mégis úgy utalta vasárnapra, mint a hétnek első napjára. És még mindig szombatnak nevezi a hetedik napot. A bibliai fejezések egyértelműen meghatározzák ezt a két napot. Tény, hogy az apostolok sok évvel a kereszt után is a hetedik napi szombaton tartották Isten tiszteleteiket és prédikáltak. A Biblia szól arról, hogy amikor Pál és társai megérkeztek Antiókiába, bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének. Később, mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyüle az Isten igényének hallgatására. Pálnak szokása volt minden szombaton a zsinagógába menni. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógában, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Ezekből a bibliai tényekből bárki könnyen beláthatja, nincs arra bizonyíték, hogy Krisztus vagy a tanítványok megváltoztatták volna az Isten tisztelet napját. A Bibliában nincs feljegyzés, amely megparancsolná az ilyenfajta változást. Az Új Testamentum írói közül egy sem beszélt arról, hogy bármiféle változás történt volna a szombatnappal kapcsolatban. Bizonyára vezércik lett volna a Biblia minden új szövetségi könyvében, ha egy ilyen változás bekövetkezett volna. Isten azt mondta: Ami kijött az én számból, el nem változtatom. Isten nem változtatta meg az ő törvényét, és senkinek sincs joga módosítani Isten törvényét. Különböző vasárnap ünneplő csoportok tudósai elismerik ezt. James Gibbons, katolikus bíboros egyszer azt írta, elolvashatod a Bibliát Mózes első könyvétől a jelenésekig, de nem fogsz egyetlen sort sem találni, ami hitelesíteni a vasárnap megünneplését. A Szentírás a szombat vallásos megünneplését írja elő. Clovis Chapel, egy metodista hívő, ugyanezt hangsúlyozza, amikor kijelenti. Az, hogy a hetedik nap helyett az elsőt ünnepeljük, nem tényleges parancson alapul. Hiába kutatjuk a Szentírást olyan parancs után, ami a hetedik napot az elsőre változtatná. Nincs bibliai feljegyzés arról, hogy Krisztus vagy tanítványai bármilyen más napot tartottak volna meg, illetve másokat ilyesmire utasítottak volna. Akkor hogyan kezdődött a vasárnap ünneplés? Teltett fel a kérdést. A tudós Szókratésztől, az 5. századi történésztől megtudhatjuk. Szerte a világon szinte minden gyülekezet szombatonként részesül a szent szertartásban, az úrvacsorában. Az alexandriai és a római keresztények azonban valami ősi hagyomány alapján felhagytak ezzel. Egy háztörténelmi idézet, C.B. Heinz szombattól vasárnapig című művéből. Más történészek is feljegyezték, hogy sok más gyülekezet is megtartotta a hetedik napot a középkor folyamán modern kor keresztényei bőségesen rendelkeznek ezt igazoló feljegyzésekkel. Sok egyháztörténész az ünnepnappal kapcsolatos fokozatos változás kezdetét Krisztus után 70 és 135 közé teszi. Egy két dátum jelzi azt a két keserű és véles zsidó felkelést, amelyet a rómaiak levertek. A rómaiak egyre növekvő gyűlölete a zsidók iránt valamint a zsidók és keresztények közötti konfliktus elősegítette a zsidó ellenes irodalom kialakulását, ami viszont erős zsidó ellenes hangulatot váltott ki szerte a római birodalomban. A keresztények egyre érzékenyebbek lettek arra, ha a zsidókkal azonosították őket. Mivel a szombat ünneplés alapján hajlamosak voltak őket a zsidókkal azonosítani, ezért sok keresztény kezdte mérsékelni a szombattartás kötelezettségét. Komoly bizonyítékok utalnak arra, hogy a vasárnap ünneplést ebben az időben a húsvét vasárnappal együtt vezették be, arra való kísérletként, hogy a római hatóságok előtt világossá tegyék a kereszténység elkülönülését a zsidóságtól. Ha ezt szem előtt tartjuk, könnyű belátnunk. Hogyan haladtak az élen a római birodalom fővárosában élő keresztények abban, hogy elhatárolódjanak a szombat ünnepléstől? A fővárosban éltek, ahol a legerősebb volt a zsidó iránti ellenérzés. Különösen érthető, hogy távol akarták magukat tartani a rómaiak által lenézett szombat ünnepléstől, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a római gyülekezet nagy részt pogányokból megtért keresztényekből állt. Érdekes megfigyelni, Pál hogyan szólította meg a római gyülekezetet. Mert néktek mondom a pogányoknak. Ezek a keresztények, akik nem régen tértek meg pogányságukból, nem voltak annyira megalapozottak a szombatünneplésben, mint a zsidó keresztények, akik mindig is a szombatünneplést gyakorolták. De miért a vasárnapot választották a hét többi napja helyett? Ez egy jó kérdés. A római birodalomban élő pogányok már sok éve a napot imádták, és a vasárnapot ünnepelték a nap napjaként. A római császárok napistenként mutatták be magukat, érmeikre és épületeikre a nap jelét pecsételték rá, és imádatot követeltek alatvalóiktól. Egyes teológusok úgy vélik, az egyház előnyt látott abban, ha megalkuszik a pogányságdal. Azzal, hogy néhány pogány szokást átvettek, a pogányok sokkal gyorsabban tértek át a kereszténységre, és otthonosabban érezték ott magukat. A birodalomnak is előnyös volt, hogy alatvalóit egy nagy vallásban egyesíthesse. A vasárnapot évszázadokon át nem szent napként, hanem csak pihenő napként ünnepelték. Aztán mindkét napot szent napként tartották meg. A következőt olvassuk az apostoli szabályzatok 23. fejezetéből. Nem a keresztények voltak az egyetlenek, akik óvatlanok voltak és fokozatosan megalkuttak hitükben. Az apostoli egyház első generációja tisztán és erősen állt. Ám a második és harmadik generáció idején megindult a hanyatlás és a megalkuvás és hitehagyás bizonyítékát láthatjuk. Ezt a megalkuvásba való belesodródást hangsúlyozta ki az első polgári vasárnaptörvény, törvény, amit Konstantin római császár léptetett életbe Krisztus után 321. március 7-én. Bár ekkor még pogány volt, a császár mégis törvénybe adta. A nap tiszteletre méltó napján ez előjárók és a városokban lakó emberek pihenjenek, és minden munkahely zárjon be, Vidéken azonban a mezőgazdasággal foglalkozó emberek szabadon és törvényesen végezhetik tovább munkájukat. A folyamatban, hogy a vasárnap ünnepést a kereszténység szerves részévé tegyék, a következő lépést a római egyház tette meg a laudiceai zsinaton. Ez hozta meg a vasárnap ünnepléssel kapcsolatos első vallási törvényt. 325-ben Szilveszter, Róma püspöke megváltoztatta a vasárnap nevét, és az Úr napjának nevezte. Egy másik laudiciai zsinaton, amelyet 364-ben tartottak, a következő törvényt hozták. A keresztények ne kövessék a zsidókat a szombatünneplésben, és ne pihenjenek szombaton, hanem dolgozzanak, de az Úr napját különösen tiszteljék, és mivel keresztények, a lehetséges, ne dolgozzanak azon a napon. Ennek ellenére a keresztények még a 6. században is ünnepelték a szombatot. Ez abból is kitűnik, hogy Gergely pápa elítélte ezt. Az Antikrisztus profétáinak nyilvánították azokat, akik azt hirdették, hogy nem szabad munkát végezni a hetedik napon. Tartsuk szem előtt, hogy a Biblia nem volt olyannyira elérhető mindenki számára, mint amilyen ma a tantételek szájról szájra terjedtek, míg a laikusok már alig tudtak különbséget tenni a szentírás és a tradíció között. A legtöbb ember nem is ismerte valójában úgy az igazságot, ahogy azt Krisztus és tanítványai tanították. Évszázadok teltek el, és elérkezett a protestáns reformáció, amely megkérdőjelezett sok ritust és tradíciót, amely helyettesítette Isten igéjének tanításait. A reformáció jelszava ez volt. A Biblia, és csakis a Biblia hitünk egyedüli zsinar mértéke. Sokan, mint 20. és Jeromos, mágia halállal fizettek a Bibliához való hűségükért. A hatodik századot követően a szombat igazsága szinte teljesen rejtve volt. Eltakarták az évszázadok hagyományai. Nagyon kevesen vizsgálódtak, hogy felfedezzék, mit tanít a Szentírás elfogadták, amit évszázadokon át továbbadtak egymásnak a nemzedékek, és sosem kérdőjelezték meg, hogy vajon az tény, vagy csak kitalált dolog. Az emberek néha kérdezés nélkül elfogadnak dolgokat. Az emberek évszázadokon át abban hittek, hogy a világegyetem középpontja a Föld. Úgy vélték, a nap és a többi bolygó a Föld körül keringenek. A szabad gondolkodó Kopernikus megkérdőjelezte ezt a mítoszt. Kijelentette. Az univerzum központja a nap, és nem a föld. És tudod, hogy ki ellenkezett vele a leghangosabban? Az egyházi vezetők, a vallástanítói. Ezt kiáltották. Nem változtathatod meg Isten mennyboltját. Természetesen Kopernikus nem változtatta meg Isten mennyboltját. Egyszerűen leleplezett egy elavult tradíciót, aminek nem volt komoly tudományos alapja. Kopernikus az igazságot mondta el. Az, hogy valamit hosszú ideig hisznek, még nem teszi azt igazzá. Hogyan változott meg a szombat? Figyeljük meg a következő lenyűgöző állításokat olyan katolikus szerzőktől, akik az élen jártak a szombatról a vasárnapra való áttérésben. A katolikus egyház több mint ezer évvel azelőtt hogy egy protestáns is létezett volna, Istentől kapott küldetésének jogán változtatta meg a szombatot vasárnapra. A katolikus katekizmusból ezt olvassuk. Kérdés. Melyik a nyugalomnap? Válasz. A szombat a nyugalomnap. Kérdés. Miért ünnepeljük a vasárnapot a szombat helyett? Válasz. Mert a katolikus egyház Áthelyezte a szombat szentségét a vasárnapra. A változtatás a Laodiceai zsinaton történt, Krisztus után 336-ban. Felteheted a kérdést: vajon a Katolikus Egyház miért vezette be ezt a változást saját szabad és nyílt bevallása szerint is? A Válasz, legalábbis részben, abban rejlik, hogy milyen tekintélyt tulajdonít a Katolikus Egyház a hagyománynak. A reformáció kezdetén a protestánsok és katolikusok közötti egyik fő vitapont a hagyománynak az egyházban elfoglalt szerepe volt. Amikor Luther Márton kijelentette, hogy a Bibliát és csak is a Bibliát kell követnünk, a katolikus egyház sok intézményét kérdőjelezte meg, ami kizárólag hagyományon alapult. A Trenti zsinatot tulajdonképpen azért hívták össze, hogy pontosan eldöntsék, milyen álláspontot foglaljon el a katolikus egyház a hagyományjal, és annak Bibliához való viszonyával kapcsolatosan. A kérdést végül eldöntötték. Figyeljük meg, hogy hogyan foglalja össze Holcman azt a beszédet, amely a fordulópontot jelentette. Végül 1562. január 18-án az ülés utolsó szakaszában minden tétovázása múlt élet. Régió érseke olyan beszédet tartott, amelyben nyíltan kijelentette, hogy a hagyomány a szentírás felett áll. A Biblia nem támogatja azt az elképzelést, hogy a hagyomány az egyház tantételeinek alapja. Emlékszünk-e arra a kérdésre, amelyet Jézus tett fel kor a vallási vezetőinek? Ez kérdezte. Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? És még hozzáfűzte. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Látod a lényeget? Vajon Krisztust és a Bibliát, vagy emberi hagyományokat fogod követni? Ez nem csupán napok és számok kérdése. Ez valójában annak kérdése, hogy ki a te szívednek ura. Ez a valódi kérdés. Jézus Krisztus az urad, vagy valamilyen más szervezet hagyományai. Idéztünk már sok megbízható tudóstól és történelmi munkából. Olvashatunk azonban még néhány kijelentést napjainkból a szombat megváltoztatásával kapcsolatban. Figyeljük meg ezt a kijelentést. A katolikus egyház döntötte el, hogy a feltámadás tiszteletére a keresztények számára a vasárnap legyen az Isten tisztelet napja. Egy másik állítás, ami megállásra és gondolkodásra késztett. A Szent Katalin katolikus templom lapjának 1995. május 21-ei számából való. Talán a legbátrabb dolog és a legforradalmi változás az egyházban az első században történt meg. A Szent Napot. A nyugalom napját szombatról vasárnapra változtatták át, nem a Szentírásban talált utasítások alapján, hanem annak alapján, hogy az egyház felismerte saját hatalmát. Ésszerűnek tűnik, hogy azok az emberek, akik úgy vélik, hogy az egyedüli tekintély a Szentírás, azoknak heten napi adventistákká kell válniuk és megünnepelniük a szombatot. Dániel könyve 7. fejezetének proféciájában Isten kinyilatkoztatta Dánielnek, hogy a Dániel 7. fejezet 21 és 25. verseiben említett kis szarv véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt. Micsoda profécia ez? Íme egy világos jövendülés arról, hogy egy korai vallási hatalom meg fogja kísérelni Isten törvényének megváltoztatását. A tíz parancsolatban csak egy törvény van, ami az időről szól. Ez a szombat parancsak. A római egyház úgy gondolta, hogy ezt megteszi. De Isten ugyanaz ma is, mint amikor megteremtette a mennyet és a földet, és nem változtatta meg, amit az édenben alapított. A profécia mindenkit a teremtő imádatára szólít fel, mert egyedül ő fogja megítélni az emberiséget. Ez a profécia azért adatott, hogy egy népet hívjon ki, akik készek lesznek a Jézussal való találkozásra, amikor ő visszatér a dicsőség felhőiben. Az embereket, akik válaszolni fognak-e hívásra, és készen lesznek, így jellemzi a Biblia. Itt van a szenteknek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszölt fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondani sem kell, hogy azok, aki Isten iránti szeretetüktől indítatva rendelkeznek Jézus hitével, azok megtartják az ő parancsolatait is. Igen, Isten arra kér bennünket, hogy emlékezzünk meg róla, mint teremtőnkről, azáltal, hogy megtartjuk az ő szent napját. Azzal, hogy azt tesszük, amit ő kér, kimutatjuk iránta való hűségünket. Amikor valaki az emberek által elrendelt nyugalomnapot ünnepli, akkor emberi hagyományoknak engedelmeskedik. Amikor felfedezzük Isten akaratát, akkor örömmel követjük azt. Istennek van valami mondani valója az emberi hagyományokkal kapcsolatosan. Ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, a oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. És ismét, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Jézus azt mondta, a szívük pedig távol van tőlem. Amint láthatjuk, ez a szív kérdése, a szeretet kérdése. A Biblia mondja, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Jézus, amikor egy napon tanított, azt mondta hallgatóinak, hogy nem mindenki fog a mennybe jutni. Azt mondta, hogy a fát gyümölcseiről ismerhetjük meg, hogy jó vagy rossz a gyümölcse. Akkor így szólt. Nem minden, aki ezt mondja nékem, uram, uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ez nagyon világos. Isten úgy tudja meg, Kik az Övéi, hogy megtekinti életük gyümölcseit? Nem azok az Övéi, akik csak mondják, hogy Istenhez tartoznak, hanem azok, akik cselekszik is mindazt, amit Ő mond. Az ilyen embereket fogja örömmel üdvözölni az ő országában. Ha szereted Istent, akkor engedni fogod, hogy Ő legyen életennek az irányítója, hogy megcselekedhesd akaratát. Amikor megtartjuk a szombatot, akkor nem csak Isten számunkra adott parancsát tartjuk meg, de csodálatos áldások előtt is kitárjuk életünket. Amint minden héten eltöltjük ezt a különleges napot azzal, hogy teremtőnkre emlékezünk, és kinyújtjuk kezünket felé, egyre jobban és jobban megismerjük őt. Életünk annyira zsúfolt a mai időkben. Úgy tűnik mindenki roham. Oly sokat tenni való és olyan kevés az időnk, hogy mindent elvégezzünk. E rohanás, feszültség és sietség közepette Isten arra hív, hogy hetente egy napon vonuljunk el, és pihenjünk meg. Arra hív, hogy töltsük vele ezt a napot. Imádjuk őt, beszélgessünk vele, figyeljünk rá, ahogy szól hozzánk igényén a Biblián keresztül. Micsoda kiváltság, hogy minden héten egy egész napot tölthetünk azzal, hogy arról a valakiről elmélkedhetünk, és azzal a valakivel beszélgethetünk, aki teremtett bennünket. Barátom, hadd tegyen világosra ezt a kérdést. Az egyik oldalon ott az igazság, a másik oldalon a hagyomány, az egyik oldalon ott a Biblia, a másik oldalon az emberi tanítások. Az egyik oldalon ott van Isten parancsa, a másikon pedig az emberi tantételek. Az egyik oldalon ott van a szombat, a másik oldalon a vasárnap. Nem csak az számít, hogy melyik nap, hanem hogy ki az Úr. Nem csak az számít, hogy Istennek engedelmeskedjünk, hanem hogy Jézus kövessük. Szeretnéd ma meghozni a döntést, hogy inkább odaszállod életed Isten igazságának követésére, és nem fogadod el tovább az ember alkotta hagyományt. Miközben imádkozunk, mondd el Jézusnak, hogy követni fogod őt. Szerető Jézusunk, köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy annyi bibliaversen keresztül most megmutattad az igazságot, hogy a szombat vagy a vasárnap a te teremtésed emlékünnepe. Köszönjük azt, hogy most már mindent láthatunk az igéből tisztán és kristálytisztán. Kérünk arra téged, hogy segíts megünnepelni a szombatot, hogy ne hágjuk át a te törvényedet, és hogy igazi boldogság és harmónia legyen, amikor mindig eljön ez a szombatnak. Köszönjük neked ezeket, és szeretnénk téged követni. Amen.